Az elmúlt évtizedek munkáiból válogatott Bene János legújabb kiállításán köszöntöm a Géniusz nézőit. Mai adásunkban a tárlatra is ellátogatunk. Ezen kívül Patak Márta legújabb novellás kötetéről is beszélgetünk. Kiderül, mit is jelent Benedek Dániel számára a színház, és a Zicsi emlékházat is bemutatjuk. Ezekkel a témákkal várom ma Önöket. Tartsanak velem! A többi között grafikák, festmények és szobrok is láthatóak Bene János legújabb kiállításán. A művész ugyanis minden technikát szívesen alkalmaz alkotásaiban. A 65. születésnapját ünneplő művész már számos könyvhöz is készített illusztrációt és egy nagyon népszerű alkotótábort is vezet. Skaszt Kovács Sándor gitár improvizációja nyitotta a kiállítást. Bene János az elmúlt évtizedek munkáiból válogatott. A hamarosan 65 éves művész a mai napig imád rajzolni. Amióta az eszemet tudom, végül is én rajzolok, tehát azt nagyon nehezen tudnám megmondani, hogy mikor kezdődött ez a kapcsolatom a rajzzal, a művészettel. Igazán persze az ember nem tudja még, amikor gyerek, hogy ez művészet. Akkor csak annak örül, hogy le tudok valamit rajzolni, és akkor úgy ügyes. De hogy tehetség lesz-e mögötte, na ott kezdődik belépni majd ugye a művészet oltárán, hogy igen, akkor van-e olyan spiritus mögötte, van-e talentum, van-e olyan üzenet, amiért érdemes volt megtanulni az egészet, azt az ábrázoló részt, amit aztán ilyenkor ki lehet tenni a közönség elé, mert az már ugye sokkal több. A Leonardónak van egy nagyon jó mondása erre, azt mondja, hogy az a művész, aki csak szeme és ábrázoló képessége révén alkot, anélkül, hogy a szellemét segítség, venni, nem más, mint a tükör, ami minden visszatükröz, anélkül, hogy tudná, hogy mi is az. És ugye ez az, hogy meg kell haladni a látványt. Tehát van egy látvány, és az ember persze az elején örül, hogy azt meg tudja fogni, le tudja másolni. De az még csak a belépő. Tehát onnét kezdődik az, hogy akkor mit tudunk hozzátenni, ami miatt érdemes a nézők elé oda tenni majd. A sokoldalú művész több technikában is otthon van, és számos műfajjal is kísérletezik. Hogyha egy fehér papírt elém tesznek, főleg egy ceruzával együtt, akkor az már elég. Tehát nem kell az anyagnak, az eszköznek olyan nagyon nagy feneket keríteni, mert azzal is meg lehet oldani, hogyha az embernek csak egy ceruzá és egy papírja van. Mert ha ki akarom fejezni magamat, akkor azzal is ki tudom. Inkább az, hogyha nekem van egy elképzelésem, akkor ahhoz keresek anyagot és eszközt, és azért vannak itt most szobraim is, hogy ez a kettő, hogy hát igen, akkor ahhoz ez az anyag. És ez az eszköz volt a jó, hogy ez a Memento, vagy az üzenetrovásírással című ilyen alkotás, mert hogy a homok is lehet, és az is egyfajta kőzet tulajdonképpen, és hát ott van az embernek, az előbb idéztem itt éppen valakinek, a Széchenyinek a mauzolum lejáratán van egy nagyon jó szöveg, hogy voltunk, mint ti, lesztek, mint mi, por és hamu. És amikor az ember rászitálja ezt a homokot, akkor nem igaz, hogy nem jut eszembe. Ugye, tehát másnak a gondolataiba, ugye, amikor a saját gondolatainkat belebújtatjuk, igen, akkor ezt meg lehet fogalmazni valamilyen módon, úgy, hogy az a néző számára is érdekes legyen, és elgondolkodjon, mert csak akkor van értelme, hogyha most körbenéznek, és találnak egy pár képet, amiért na, hogy ez már alkotás, ezért érdemes volt eljön. Bene János gyakran készít illusztrációkat könyvekhez, borítókhoz. Ez az Andrzej Nováknak a munkája, ő történész, krakkói történész, és a magyar nyelvű
könyvét tartom a kezembe, ez nagyon friss, még talán 2 hónapja jelent meg, az Orosz Birodalom áldozatai, a Birodalom mint áldozat címmel, és ugye pont azért tettem ki ide középre azt a képet, aminek egy részletét tették rá borítóként, ugye erre, ez egy tudományos munka tulajdonképpen. Ez is érdekes, mert hogy az ember azért az érzelmeire sokszor áldozata, és aki tudományosan feldolgozza, hogy a filozófusok munkáit, milyen az oroszoké, milyen a lengyeleké, hogyan látják ők a világot, lehet, hogy többet kellene nekünk ezt, ilyeneket is olvasni, mert ugye a bulvár sajtó részen ezt nem kapjuk meg. A 65 éves művész tárlatát a kormányhivatal galériájában láthatják. Nem kell, hogy az ember célokat így tűzön ki maga elé, mert hogy mindig ott vannak, tehát ahogyan valóban leülök egy papír mellé, meg mindjárt rajzolni fogok. Az, hogyha vannak megrendelések, ugye, hogyha most van egy ilyen kiállítás, és akkor a képek alapján találnak meg sokszor, ugye, hogy igen, hú, láttam ezt, és az a jó. Az a jó, hogyha a képek adják az embert el, hogy igen, akkor arra érdemes figyelni, és akkor nézzük a munkáit. A Fronthatáron című legújabb kötetét mutatta be Patak Márta a Takács Gyula könyvtárban. A számos irodalmi díjjal rendelkező író ezúttal az elmúlt évek novelláit foglalta egy kötetbe. A történetek sokszor életrajzi ihletésűek is. A Fronthatáron Patak Márta legújabb kötete 20 novellát tartalmaz. Az író több tucatból a kiadóval közösen választotta ki a most megjelent történeteket. Január-februárban én Vajszlón dolgoztam az író rezidencián, ugyanis a Petőfi Irodalmi Ügynökség idén indította el ezt az író rezidencia programját, és az ország több települését, többek között Vajszlón is van egy lehetőség erre. Egy író oda megy, és akkor 2 héttől 3 hónapi időtartam, még dolgozhat ott, és akkor hát én ott dolgoztam. Egy könyvtári beszélgetésen olvastam fel ezt a novellát azon a napon, amikor kitört a háború februárban. Fronthatáron a címe, és hát a novellás kötet címének gondoltam, de igazából a többi novella nem kapcsolódik a háború tematikájához, sőt ez a novella is a II. Világháború idejében játszódik. Fiktív történet természetesen, de az alapja valós. A Pilisben rekedt visszavonuló német katonatisztek összetalálkoztak a II. Ukrán front érkező katonáival, és egy ilyen jelenetet örökít meg ez a rövid novella. De ezt találtuk a legjobbnak, mert az összes többi novella címe olyan, hogy novella címnek jó, de kötet címnek nem minden novella cím alkalmas. Ez a prózai feloldás a kötet címnek. A novella, mint műfaj, a terjedelme okán is nyilván éles élethelyzeteket kíván. És hát engem is azok érdekelnek többnyire, amikor elkezdenek dőlni a dominók, mondjuk egyik dominó feldölti a másikat, és aztán történik valami, amikor elszabadulnak az események. Ez akár az egyén életébe, akár a társadalom életébe, vagy akár lehetnek pillanatképek is kiélezett helyzetekről, de ebben a kötetben azért vannak elég sokféle novellák, nem csak olyanok, mint amik az első kötetemben megszokottak, hogy általában betegség, párkapcsolati problémák, mit tudom én, ilyen háromszög kapcsolatok, férfi-nő viszonyában, vagy anya-gyerek kapcsolatában, hanem elkezdtem kísérletezni a fikció és a valóság összekapcsolásával. Nagyon élveztem egy ideje ezt a munkát, hogy valamilyen megtörtént eseményhez kapcsolok egy történetet.
és ebben a kötetben kettő olyan is van, amelynek a dédapám az egyik főszereplője, természetesen fiktív életkörülmények között, de valós élethelyzetben. Ilyen a Valbanéra gőzös tragédiája. Ezt a szegények Titanikjának is nevezik. A Kubába tartott ez a hajó 1919-ben, szeptemberben indult el, és hát a történet szerint az én dédapám ezen rajta volt. És hát a kubai emigrációba vonulók között ő is ment a cukornád ültetvényekre. De ez a hajó elsüllyedt még mielőtt Havannába értek volna, de hát akik kiszálltak Havanna előtti állomáson, Santiagóban, azok megmenekültek, és akik meg nem, hát azok ott maradtak. Vagy pedig ugyanilyen a Székely hadosztály ezredese, Vén Zoltán története, aki a dédapámmal találkozik a gyöngyös pusztai öreg otthonban. Na most hát ez is egy fikció. A novellák egy részének életrajzi kötődése is van, Patak Márta azonban már a következő kötete megjelenésén dolgozik. Ott van kéziratban a Simon a boldog pap című regényem, aminek már meg kellett volna jelennie, csak ugye itt nehéz a kiadókkal, mert pályázni kell, és nem mindig kapnak pályázatot. Én ugyan kaptam rá alkotói támogatást a Nemzeti Kulturális Alaptól, amikor írtam, dolgoztam rajta, sőt, visegrádi ösztöndíjat is kaptam, 3 hónapig Pozsonyban dolgoztam rajta, de ott van kéziratban, mert a Lármatan kiadó 2-szer sikertelenül pályázott vele, úgyhogy úgy döntöttem, hogy én fogom kiadni. Van kiadási jogom, hiszen 13 könyvet megjelentettem, a spanyol elbeszélők sorozatát, tehát kiadói gyakorlatom van, de hát jobban örültem volna minden esetre, hogyha nem nekem kell kiadni, de úgy gondolom, hogy ez kötelességem. Simon pap története gyerekkorom óta foglalkoztat, Marcellihoz kötődik, 1919-es történet, tehát hazai vizek ismét. Egyik életterem az erdő, azt mondtam, ha ne, a Dunapart is esetleg, mert ugye a Lányfalon kézenfekve, az erdő és a Dunapart között mozog az ember, de az erdőt jobban szeretem. Hát ez is a múltam határozza meg, hiszen itt a Munkácsiban biológia tagozatos voltam, úgyhogy a természet közeliség, a növény és az állatvilág mindig is közel állt hozzám, úgyhogy ha már így pályatévesztett lettem a biológia tagozat után, ez azért megmaradt örökre, ez az érdeklődésem a növény és állatvilág iránt, nem csak az emberek iránt. Emléktáblát avattak Jónás József tiszteletére a Kaposvári Szakképzési Centrum 5-ös Lórán műszaki technikum épületében. Az idén elhunyt pedagógus az intézmény egykori igazgató helyettese, meghatározó személyisége volt az iskolának évtizedeken át. Az emléktáblát volt tanítványai állítatták a szaktanár kiemelkedő munkásságának elismeréseként. Jónás József egyébként egyike volt a gépipari alapítójának is. Több ezeren vettek részt a 30. országos karizmatikus találkozón Kaposváron. Az arénában megtartott egésznapos rendezvény egyik fő célja az volt, hogy a Szentlélek minél többeket megérintsen. Junior Prímadíjjal tüntették ki Benedek Dánielt. A Csiki Gergely Színház művésze már több filmben és számos színpadi előadásban is megmutatta tehetségét. Kaposváron végzett művész 2018-tól a társulat tagja. Nem csak mint színész, hanem mint író is bemutatkozott már a Variációk egy rablásra című darab társszerzőjeként. Benedek Dániel minden műfajban otthon érzi magát, legyen az mesejáték, dráma vagy éppen vígjáték. A fiatalember annak ellenére, hogy a középiskolában a fizika és a matematika érdekelte, mégis szerepet vállalt Shakespeare vízkeresztjében. Akkor döntött el, ezzel szeretne foglalkozni. Emlékszem, hogy álltam a takarásban a kis szövegkönyvemmel, és azon gondolkodtam, hogy ezt én életem végéig is tudnám akár csinálni, és akkor innen indult. Tehát viszonylag későn, nem az a színésztanonc voltam, aki már gyerekkorában versmondó versenyeket nyert, hanem így gimi vége felé.
A Keleti István Művészeti Iskolába jártam 2 éven keresztül, meg a Kolibri Színházban voltam ezen keresztül stúdiós hallgató, amik 2 nagyon-nagyon szép évet töltöttem ott, és nagyon-nagyon sok jó tapasztalatot szereztem. Korábban az volt, vagy régebben, hogy a színészeknek kötelező 3 évet vidéken, tehát vidéken kell kezdeni. Mert hogy ugye itt az a csodálatos, hogy mindenfajta műfajban meg tudod mutatni magad. Tehát egyik nap mesehős vagy, aztán zenés vígjátékot csinálsz, aztán egy klasszikust, aztán a stúdióban csinálsz valami kísérleti színházat. Tehát hogy mindenféle dolgot ki tudsz próbálni. És engem ez vonzott nagyon, meg a társulat, akit ugye az egyetem alatt már megismertem, és nagyon sok barátom lett. És azt éreztem, hogy nekem itt van a helyem közöttük. Egyetem alatt még a Hello Nácit szerettem nagyon, amit Fándi Csabi rendezett, nagyon szép emlékeim kötődnek hozzá, a Korai mennyegzőmből, később film is lett egészen átdolgozva. Egészen különleges élmény volt a Palos Verdes, ahol egyszerre voltam ültető, büfésztettem a nézőket, én kapcsoltam a fényeket, a zenéket, és volt vagy 7-8 szerepem, tehát ez egy nagyon izgalmas munkafolyamat volt. És akkor a színpadon vannak ugye a padlás, amik nagyon nagy mérföldkövek, azt gondolom, és nagyon sokat lehetett fejlődni ezekkel a munkákkal. Benedek Dániel a fiatalokat is szeretné megszólítani, felkelteni az érdeklődésüket az irodalom, a színház iránt. Én nem olyan nagyon régen voltam fiatal, úgyhogy például most a rendhagyó irodalom órákra utaltál ezzel a... Igen, én valahogy abban hiszek, hogy a fiatalokhoz nem úgy kell szólni, hogy azon gondolkodom, hogy mit tetszhet vajon a fiataloknak, mert abból mindenféle furcsaságok következhetnek, hanem valami olyasmit akarok csinálni, ami számomra szórakoztató, és ami engem érdekel, és hiszek abban, hogy én még közel vagyok annyira ez a generációhoz, hogy az őket is érdekli, és igen, ez szerint dolgozom. Hogyha az ember nagy energiával, derűvel csinál valamit a színpadon, azt már jó nézni. És az a derű, az valahogy át tud ragadni a nézőkre. Én valami ilyesmit igyekszem keresgélni, hogy egy orosz rendező azt mondta, hogy a színésznek az a felelőssége, hogy a saját bajait, saját problémáit nem viheti ki a színpadra, hiszen utána több száz embernek azt továbbadja, mert bármilyen szerepen keresztül. És nekünk felelősségünk, hogy milyen energiákat közvetítünk. Ez szerintem egy óriási feladat, és nagyon szép feladat is. Engem egyrészt ez érdekel, nagyon szeretem a csapatmunkát, nagyon szeretem, hogyha jól tudunk együtt dolgozni kollégákkal. Egyébként például a variációk és rablásra, ott azért csináltuk ezt a munkát, mert ez érdekelt engem nagyon a színházban. Nagyon szeretem, mikor kis térben vagyunk, mikor közel vannak a nézők, és annak az előadásnak egy sajátja az, hogy tudjuk, hogy ez egy játék. Tehát, hogy csak felveszünk egy zakót, és már egy másik ember vagyunk. Tehát nagyon egyszerűek a játékszabályok, amik a nézők számára is láthatóak, és teljesen nyílt kártyákkal csináljuk. És emiatt a látványa is ilyen egyszerű, és csak a színészi játék van a középpontban. És a színészi játékban mesélünk el egész történeteket, vagy életeket, vagy egy-egy poént, aztán már megyünk tovább, és van egy ilyen sodró lendülete. Én azt érzem, hogy most engem ez érdekel a legjobban, hogy ezt hogyan lehet bővíteni. Én nagyon szeretem, amikor a néző tudja, hogy ez egy játék, nem próbáljuk neki valahogy... Nem tudom, persze nem verjük át, nem hiszi senki, hogy ott van egy kastélyban, de hogy amikor ez egy nyitott dolog, és egy közös játék a nézőkkel. A junior Prima díjjal kitüntetett művész büszke erre az elismerésre. Nagyon erősen szükségünk van a visszajelzésre, és emiatt ezek óriási erőt tudnak adni, mikor érkezik egy ilyen nagy pozitív visszajelzés. Benedek Dániel jelenleg egy sorozaton dolgozik, és a Bánkbánban is hamarosan látható lesz majd a Csiki Gergely Színház színpadán. A téli időszakban már csak előzetes bejelentkezéssel látogatható a Zala településen található Zicsi emlékház. A Zicsi Mihály volt szülőházában berendezett somogyi tárlaton nem csak a művész festményei, grafikái, illusztrációi láthatóak, hanem korabeli bútorai is, amelyeket külföldről hazahozatott. Ez az Zicsi Mihály szülőháza, aki a romantikus rajzművészetünk egyik nagy alakja volt. Itt született 1827-ben,
életének legnagyobb részét nem ide haza, hanem külföldön töltötte, Bécsbe, Párizsba, és a leghosszabb időt a cári Oroszországba, közel 40 évet, ahol 4 cárnak volt az udvari festője, ezért a munkásságának a legnagyobb része a Szentpétervári Ermitásba található. Itt 1927-ben alapították először a múzeumot, mint magángyűjtemény, amit Zichy Mihály bútorai gyűjteményét hazahozták Oroszországból a családjával együtt, és itt a család egy ereklye múzeumot létesített a hagyatékból, amit sajnos a II. Világháború alatt nagy részét széthordták, a berendezés nagy részét. És 1951-ben alakult először ez a múzeum. Ez az első terem, ez az úgynevezett festészeti terem. Itt a fiatalkori alkotásaitól kezdve későbbi korokig láthatók a nem időrendi sorrendben a képek. Ez az úgynevezett dokumentációs szoba. Itt a házról régi fényképek vannak, valamint Zichy Mihály szüleiről, Zichy Sándorról, Eperjesi Juliannáról, valamint az ő tanítómesteréről, Bécsbe, Waldmüllerről. Ez az egyik legszebb szobor, mely róla készült, Ciprián Bodevszky lengyel szobrász alkotása. Ő nagy tisztelője és barátja volt Zichynek Párizsba. És itt vannak illusztrációk, Lermontovnak a Démon című költeményéhez készültek, és látunk itt néhány fényképet, hogy volt az ő oroszországi lakása berendezve. Látszik, egy nagyon gazdagon berendezett lakás volt. Nos, ezeknek a féltettebb darabjait hozta haza akkor, amikor az egész családját hazahozta Oroszországból. Nos, itt pedig a grafikai terem van. Ezek Madách Imre ember tragédiájához készített illusztrációi vannak. Ezeket Oroszországba készítette és úgy küldte haza. Ezek másolatok, az eredetiek azok a Magyar Nemzeti Galériában láthatók. Ezeket a másolatokat Szász Endre készítette különben. Igen, mert 2001-ben volt nálunk egy nagyszabású kiállítás, akkor adta kölcsön a Magyar Nemzeti Galéria, és ugye, hogy ezek mindig láthatók legyenek, ezért Szász Endre elkészítette a másolatokat ajándékba a múzeumnak, hogy ezek mindig láthatók legyenek. Ez a családi könyvtárszoba, itt különben körülbelül 4000 kötet könyv van, hát ettől sokkal több volt a családnak, de azért ugye rengeteget elvittek, el is tüzelték, úgyhogy több nyelvű a könyvtáruk, úgyhogy van német, angol, francia, latin nyelvű könyvek. Zichy különben 6 nyelven beszél, de a család minden tagja 4-5-öt. Két nagyon szép orosz ikont is hozott magával a család Szentpéterváról. És itt az óra alatt látható a Zichy család családfája. 1200-ig tudják visszavezetni a családjukat. Az egész Zichy család tulajdonképpen az ide 6 kilométerrel lévő Zichy-községből származik. Itt láthatók a nagyméretű képei Zichynek, és hát ugye itt van a híres műve, amit az 1878-as párizsi világkiállításra festett, és ez volt az a kép, amit nem engedtek a világkiállításra, ugyanis a zsűrinek először az volt a kifogása, hogy nem akar háborús képet látni a világkiállításon, mert nemrég ért véget a francia-porosz háború. A másik kifogás pedig az volt, hogy Zichy ráfestette azokat az alakokat, akiknek különböző érdeke fűződik a háborúhoz, a hatalom megszerzéséhez. Ugye képnek az a címe, hogy a pusztítás géniuszának diadala, vagy a démon fegyverei. Hát ott van a pusztítás démona, aki szinte vezényli alatta a pusztítást, a rombolást, a háborút. Mellette van a démon női párja, aki a családokat dúlja széllyel. És itt van, aki bal oldalon az ortodox keresztet emeli magasba, ez II. Sándor cár, aki elindítja az orosz-török-bolgár háborút. Itt van Vilmos német császár, előtte fekszik a legyőzött III. Napóleon,
és itt van 9. Pius pápa, aki Koponya hegyeken trónol, ezek az inkvizíció áldozatai, akiket Krisztus nevében égettek el a mágián. Nos, ez miatt nem engedték a világkiállításra a képet, ő külön műtermet bérelt Párizsba, ott mutatta be nagy közönségnek, óriási sikerrel, mert mindenki látni akart, hogy mi az a kép, amit nem engednek a világkiállításra. Új műsorra legközelebb egy hét múlva, november 16-án szerdán jelentkezünk. Nézzék akkor is a Géniuszt. Viszontlátásra!